2018. szeptember 1-e óta a Család és Gyermekjóléti Központok szociális segítőket rendelnek az intézményekbe, akik feladata a prevenció, valamint a gyermekvédelmi problémák megelőzése. 1000 gyerekre jut egy segítő, akit heti 40 órában alkalmaz a Család és Gyermekjóléti Központ. A kétnapos pécsi konferenciára 250-en érkeztek az ország minden tájáról. A mi intézményünk Pécset és Pécsi járásában látja el ezt a feladatellátást, ami azt jelenti, hogy körülbelül 30 ezer gyermeket kell elérnünk, ezt 30 szociális segítővel kell, hogy biztosítsuk ezt a szolgáltatást. Azt gondolom, hogy látva, hogy országosan milyen szakember hiány van, ahhoz képest a mi intézményünk azt gondolom, hogy egész jól áll. Majdnem, hogy elértük azt a szakmai létszámot, most jelenleg körülbelül 25 szakember dolgozik ebben ezt a tevékenységben. A szociális segítők célja, hogy a gyerekek veszélyeztetettségét megakadályozzák, a családban való nevelkedését segítsék, valamint hogy egyéni és csoportos foglalkozásokat biztosítsanak számukra. Természetesen nem csak a fiataloknak, hanem a szülőknek és a pedagógusoknak is segítséget nyújtanak a központ szakemberei. Jelenleg körülbelül 125 óvodában és iskolában vagyunk jelen. Ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyjából a kétharmad, hiszen 172 köznevelési intézményben kell, hogy bevezessük ezt az új szolgáltatást. Azt gondolom, hogy az együttműködés ezt kezd kialakulni. A szervezők a konferencia programjának összeállításában törekedtek arra, hogy az óvodai és iskolai szociális segítők a munkájuk során felmerülő szakmai kérdésekre válaszokat kapjanak. Mindezzel az is a cél, hogy a szociális segítők minél jobban beilleszkedhessenek a köznevelési intézmények közösségébe.